2024. január 1-től a szakképzési oktatók alapbérének minimuma bruttó 581.680 forintra emelkedett. Nagy mérföldkövet jelent ez az intézkedés, mondta Balog Attila, a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezeredi István Technikum igazgatója. 2020-ban az új szakképzési rendszer bevezetésével először átlagosan 30%-kal nőttek az oktatói bérek, majd a tavalyi esztendőben két lépcsőben 15%-os béremelés következett, míg most januártól átlagosan több mint 30%-os további emelésre került sor. Az elmúlt tanév során az oktatói értékelések eredményei fontos szerepet játszottak a bérek jelenlegi alakulásában. Ezáltal a munka minőségének elismerése is megvalósult. Tapasztalataim szerint a kollégák egyértelműen pozitívan fogadták munkájuk pénzbeli elismerésének növekedését. Fontos üzenet számukra abból a szempontból is, hogy az oktatói munkát, a jól, a kitartóan elvégzett munkát megbecsülik, ami egyben nagyobb egzisztenciális biztonságot is jelent minden oktató számára. Madarász Tímea logisztikát tanít a Bezerédi iskolában. Elmondása szerint nagy szükség volt arra, hogy az oktatókat ilyen formában is elismerjék. Nagyon fontos az is, hogy ezzel a béremeléssel úgy érezzük, hogy elismerik a munkánkat, értékelik, és ezzel a szakmai motivációnkat és az elhivatottságunkat is megerősíthetik. Összességében a fizetésemelés egy nagyszerű lehetőség arra, hogy javítsunk az életünk különböző területein, és pozitív hatással legyen a jövőnkre, a jelenlegi életszínvonalunkra. Az intézmény vezetője abban bízik, hogy a bérfejlesztéssel várhatóan vonzóbb lesz az oktatói hivatás például a pályakezdő fiatalok számára is.